a szakon tanuló hallgatóknak meg kell ismerni az egészségügyi rendszerek és intézmények működésének elemzéséhez szükséges módszertanokat, meg kell ismerniük az állami, a magánszféra vagy a civil szervezetek szerepét az egészségügyi rendszer működésében. A szak esetében a gyakorlatorientáltság az különösen fontos. Nagyon erős elméleti alapokat kapunk meg, amit aztán az utolsó fél évben egy szakmai gyakorlaton kell alkalmaznunk és helytállnunk vele. A szakoktatóinak nagy része az aktívan kutató, publikáló egyetemi oktató, és ugye az ők a saját kutatási, akár módszertani, akár alkalmazott kutatási eredményeiket beépítik a tananyagba. Emellett nagyon fontos az, hogy nem csak az akadémiai, hanem az állami vagy a magánszféra szereplőinek a tudása is megjelenjen a programban. Angol nyelven folyik a képzés, ami úgy gondolom, hogy egyedülálló, és egyébként ezt a képzést csak itt a Corvinus Egyetemen lehet tanulni. A szakon a hallgatóink olyan képességeket sajátíthatnak el, ami lehetővé teszi, hogy egészséggazdaságtani elemzéseket végezzenek, vagy értékeljék az új egészségügyi technológiákat, vagy ezeknek az eredményét akár finanszírozási döntések során felhasználják. Akár szakmai gyakorlatra, akár fél éves külföldi mobilitásra is ki lehet menni külföldre tanulni az Erasmus ösztöndíj, illetve egyéb ösztöndíjak segítségével, és ezáltal külföldi tapasztalatot is tudunk szerezni.